Boldogok, akik háborúságot szenvednek az igazságért, mert övéké a mennyeknek országa. Boldogok vagytok, ha szidalmaznak és háborgatnak titeket, és minden gonosz hazugságot mondanak ellenetek, én érettem. Örüljetek és örvendezzetek, mert a ti jutalmatok bőséges a mennyekben, mert így háborgatták a prófétákat is, akik előttetek voltak. Tisztelt nézőink, elérkeztünk a boldog mondások utolsó boldog mondásához, ami talán a leghosszabb is, de a leginkább a számunkra vagy a figyelmünkre méltó. Tudnilik, az elő felolvasott néhány vers pontosan azokról szól, akik, ha szabad így fogalmazni, nem úsznak az árral. Ez mindig egy veszélyes dolog, és nem túl hálás. Jézus azt mondja, hogy akiket az igazságért üldöznek, azok, akiket ő miatt az ő benne való hitért gyaláznak, akit az ő benne való meggyőződésért vagy szolgálatáért üldöznek, nyomorgatnak, és így tovább. Ő utal a prófétákra, a korábbi szolgáira, amiben egyúttal benne van az is, hogy bármelyik időszakban, bármelyik korszakban is válik valaki hívő emberré, válik Krisztus követőjévé, az szükségszerűen akarja, nem akarja, szembe fog kerülni a környezetével. De itt álljunk meg egy pillanatra, mert erről beszélnünk kell. Tudnélik, a környezettel való szembekerülésnek több oka is lehet. Az emberek nem szeretik a normálistól, az átlagostól való eltérést. Abban a pillanatban, hogy valami nem a megszokott, valami nem az a egyhangú szürke, hanem valami egy irányba, a fekete vagy a fehér irányába eltér az átlagostól, az már nem csak, hogy feltűnik, hanem minél inkább eltér valaki a megszokottól, annál inkább célponttá válik. Azt én magam is átéltem még gyerekként, ilyen egyszerű dologgal, én balkezes vagyok, és az osztályban én voltam az egyedüli, természetesen ennek alapján célpont is, a gúnynak a tárgya, mert más voltam, mint a többi. Aztán ugyanez a probléma jelentkezett valamikor az általános iskola közepén, amikor úgy kezdett olyan méretekben romlani a szemem, hogy el kellett kezdenem szemüveget hordani. Azonnal célponttá váltam, mert kilógtam a sorból. Ezek egyszerű kis nevetséges dolgok, hiszen ma már kit érdekel az, hogy balkezes vagyok, vagy jobbkezes vagyok. Kit érdekel az, hogy szemüvegem van, hát minden második ember ma már ilyen segédeszköz használ. De vannak más dolgok is. Mi van akkor, ha én nem akarok úszni az árral? Mi van akkor, ha nekem más a véleményem egy élethelyzetről, egy problémáról, az élet bármely területén lévő dologról, mint a környezetemnek? Megmerem-e vallani, kimerem-e mondani, merem-e a más gondolatomat képviselni a többiekhez képest? Lehet, hogy ez egy beteges gondolat, és lehet, hogy bennem van a hiba, és lehet, hogy az ellenállása a környezetem részéről az éppen az én megmentésemet szolgálja, mert szeretnének valami butaságtól megmenteni engem. Mert esetleg olyan nézeteim vannak, amik pusztítóak, amik, vagy olyan szokásaim vannak, olyan önpusztító, az egészségemet romboló szokásom van, ami miatt megvet és elutasít a környezetem. De itt, amiről Jézus beszél, az nem ez. Amikor Jézus azt mondja, hogy ő miatta üldözik az illető szemét, az egy teljesen másfajta dolog. Itt azokról beszél Jézus, akik elutasítják, vagy tudatosan ellentmondanak azoknak a rossz, gonosz vagy erkölcstelen dolgoknak, amelyek szemben állnak a keresztény hittel, szemben állnak azzal az erkölcsön, amit a Szentírás jelent. Az ennek való tudatos ellenállás, vagy az a lelkiismereti kényszerrel való szembeszállás, az minden esetben kivívja a környezetnek egy igen erős ellenállását. De ebben az esetben persze itt is lehet mindenféle ideológia mögötte, de valójában arról van szó, hogy azzal, hogy én nem teszem azt, mint a többiek, ezzel egyfajta károsztatást élnek meg a környezetemben élők, mert ha én nem azt teszem, amit ők, akkor ez olyan, mintha egy felkiáltója lennék, hogy na hát az, amit ők tesznek, az nem jó, és minél hamarabb félre kell tenni azt, aki erre emlékezteti őket. Talán megengedik egy saját személyes példa ismét. Életemnek volt egy olyan szakasza, amikor egy közlekedési cégnél dolgoztam, és ott a műhelyben mindenkinek a szokása volt, hogy dohányzik. Egyedül én voltam az, aki nem dohányzott. Ez is természetesen állandó célpontot jelentett, már hogy én célpontjukká váltam,
mert minden alkalommal megkínáltak cigarettával, pedig tudták, hogy nem fogom elfogadni, tudták, hogy nem fogom kérni. De ennek ellenére, mert ugye ez egy olyan károsztatás volt a számukra, hogy én nem élek ezzel a szenvedéllyel, hogy ez arra sarkalta őket, hogy kicsit gúnyosan és ironikusan mindig újra és újra próbálják a dolgot, pedig tudták, hogy mi az eredmény. Nos, valami hasonlóra is gondolok, csak nyilván nem ilyen dolgokban, hanem inkább az erkölcsel vagy a Krisztus hittel kapcsolatban. Mert hiszen Jézus azt mondja, hogy az igazságért üldöznek benneteket. Az igazság itt sem valamiféle tantételeket, elvont fogalmat, megfoghatatlan dolgot jelent, hanem Krisztus személyét, az Istenben való hitet. Az Isten hitért, a Krisztusban való meggyőződésért pedig ma is üldözik a keresztényeket. El kell mondjam önöknek, az egyetlen vallás, amit üldöznek ma a világon, az a kereszténység. Egyik országban kevésbé, másik országban jobban, van, ahol csak gúnyolódással, van, ahol pedig fizikai megsemmisítéssel, de a keresztényeket ma is üldözik, ne legyen egyáltalán illúziónk ezzel kapcsolatban. Szükségszerű, hogy a Krisztus hit, az az élet, az valamiképpen kivívja a nem hívők ellenszenvét, ha kell, bocsánat, utálatát, mert ez mindenképpen, ahogyan korábban és Jézussal is tették, ugyanígy teszik ma is. De ennek ellenére én azt kívánom, és az a javaslatom, mert ez a boldogság útja, hogy mégiscsak járjuk ezt az utat. Mert Jézus azt ígéri, hogy azoké a mennyek országa, akik ezt az utat járják. Miért? Azért, mert ő maga járt ezen az úton. Ő maga az igazság, és az ő útja a mennybe vezetett az atyához. És ő általa nekünk is oda van menetelünk. Végezetül szeretném, hogyha meghallgatnák azt az ígéretet, amit Jézus a halál előtt néhány órával a tanítványainak adott, és pontosan a kitartásra, pontosan a benne való bizalomra buzdít ezzel, és végül pontosan ezt az ígéretet adja meg a számunkra, hogy ő hazavár bennünket a mennyek országába, az ő világába, ahol nincsen már nyoma sem az üldözésnek, sem a fájdalomnak, sem a gúnynak, a megszégyenítésnek, a betegségnek, a halálnak. Az egyiknek sincsen semmilyen nyoma, jele, mert az a világ ettől mind-mind mentes. Kérem, hallgassák meg ezt a Jézusi ígéretet, és ezzel kívánok önöknek boldog életet, mert ha boldog mondások tanácsait követik, akkor csak boldog lehet az életük. Mindenkinek ezt a jót, ezt az áldást kívánom. Ne nyugtalankodjék a ti szívetek, higgyetek Istenben, és higgyetek én bennem. Az én atyámnak házában sok lakóhely van, ha pedig nem volna, megmondtam volna néktek. Elmegyek, hogy helyet készítsek néktek. És ha majd elmegyek és helyet készítek néktek, ismét eljövök és magamhoz veszlek titeket, hogy ahol én vagyok, ti is ott legyetek.